Sziasztok! Ez itt a The Walking Hun, és a mai videóban egy nagyon érdekes hírt, illetve videót hoztam el nektek. Méghozzá egy olyan információ jutott a tudomásomra ismét, ami egy kicsit elgondolkodtatott, illetve hát kicsit örültem is neki, mert egy olyan karakter jöhet vissza a sorozatba, akit egyébként én nagyon szerettem. Ez a karakter pedig nem más, mint ugye Chandler Riggs által alakított Carl, ugye, aki azt nyilatkozta, hogy vissza szeretne jönni a sorozatba, stb. stb. Úgyhogy már erről fogunk egy kicsikét beszélgetni, de mielőtt elkezdenénk a videót, elmondanám, nyugodtan küldhettek nekünk rajzokat, és tényleg az e-mail cím lesz a leírásban, szóval aki tud rajzolni, vagy animált rajzokat, természetesen a Walking Dead eset, tehát tényleg küldjetek nekünk rajzokat, aki tud animálni, bocsánat, illetve tud rajzolni, azt küldjön nekünk rajzokat, és akkor itt a munkátokat láthatjátok viszont a videókban. Illetve van Instagram oldalunk, azt is be tudjátok Követni, illetve van Facebook oldalunk, illetve Discord szerverünk, ott is be tudtok minket jelölni, és tényleg érdekes posztok, videók kerülnek fel oda is, Instagramra, Facebookra, Discordon pedig tudtok velünk beszélgetni, kicsit közvetlenebb módon, tehát mindenképpen érdemes ezeket az oldalakat bekövetni, illetve bejelölni. De hát akkor én nem is húznám tovább az időtöket, hiszen nem ezért vagytok itt, úgyhogy kezdjük is el a videót. Most arról is fogok egy kicsikét beszélgetni, hogy jó ötletnek tartom-e, hogy halott karaktereket visszahozzanak a sorozatba valahogy valamilyen módon, és ugye ugye megkérdezték, hogy ugye egy interjúban, hogy vissza szeretne jönni a sorozatba valamilyen módon, ő pedig azt felelte, ugye, hogy nagyon-nagyon jó ötlet, nagyszerű lenne, természetesen, hát ez elképesztő lenne. Na most gondoljunk csak bele, hogy ő ugye a nyolcadik évad, ugye nyolcadik vagy hetedik részében távozott el tőlünk, tehát ő ott meghalt, tehát hogy fizikailag szerintem nem tudna úgy visszajönni a sorozatba, tehát tényleg nem tudom, mit kéne ahhoz, hogy, hogy nem tudom, tehát tényleg kéne ahhoz egy külön még hogy mégse halt meg, stb. 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 Szerintem ahhoz úgy nincs mód, hogy úgy jön vissza a sorozatba. Gyakorlatilag ahogy én elbírnám ezt képzelni, ugye talán talán flashbackek, tehát én is flashbackekbe gondolkodnék, hogy egy flashbackbe talán szerepeljen, és akkor úgy talán vissza lehet hozni halott karaktereket ugye a sorozatba, akár őt is, tehát nagyon nagyszerű ötlet lenne. Úgy tudnám gyakorlatilag elképzelni, ahogy ugye a 9. évad 5. részébe, tehát ilyen szellemként jönne úgymond vissza, vagy egy látomásba visszajönne, tényleg, tehát úgy mint ahogy Herschel, vagy Shane, vagy akár Sasha ugye a 9. évad 5. részében, akkor ugye megjelentek a Riknek, tehát gyakorlatilag én is így tudnám elképzelni, lehet, hogy például amikor Misón elhagyja a sorozatot, akkor ő visszajönne egy flashbackbe, és mondjuk akkor lehet, el lehetne képzelni, hogy beszélgetnek, beszélget vele ugye még a múltban, tehát valahogy ilyesmit tudok elképzelni, tehát hogy így térjen vissza a sorozatba, vagy akár a másik mód, amit el tudnék még ugye képzelni, hogy kapunk egy olyan epizódot, ami mondjuk Judithra fókuszálna, mondjuk egy nagyon nehéz döntés kell esetleg meghoznia, vagy mondjuk a múltból valami emlékkép felugrana neki, tényleg, vagy mondjuk tényleg ez a nehéz döntés, ez tök jó dolog, hogy mikor nagyon nehéz dolgom megy át, vagy van olyan dolgon, ami rossz, például lehet, hogy Misón elhagyja majd őket, vagy valami ilyesmi, és akkor mondjuk a múltban megjelenik neki Kál, és akkor visszaemlékszik, hogy mit mondott neki talán, hogy mit tudom én a nehéz döntésekbe, hogy hogy döntsön meg ilyenek. Tehát ez, ez most értelmetlen volt, de értitek, hogy mit akarok kihozni. Tehát, hogy ilyesmi, ez is nagyszerű lenne. Tehát, hogyha így, ugye például hogy így jönne vissza a sorozatba egy flashbackbe, vagy egy szellemként akár, hogy ugye Riknek is jött vissza Sasha Hershel, és ugye Szém. Tehát itt arra gondolok, hogy ugye tényleg mondjuk tényleg segítse mondjuk a Juditot, tényleg egy nehéz döntésben, vagy esetleg feltűnjön ugye a emlékként, vagy valami ugye, amikor például Misón utolsó epizódjába, ugye, tehát ilyenre is tök jó lenne ő, hogyha így visszajönne. De az, hogy igazából visszajön teljes mértékben a sorozat része legyen újra, azt maximum egy spin-offba tudnám ugye elképzelni, ami azt jelenti, hogy ugye gondoljunk például vissza ugye a 7. és 8. évad között, ugye a 7. évad fináléjában még ugye meg akarta ő is ölni négyön, sőt még magánakcióba is kezdett, aztán ugye a nyolcadik évadra belé jött ez a profétálás, hogy béküljünk ki, legyünk jó barátok még Tehát ez, a, e között az idő között ugye ezt nem mutatták. Tehát, hogy mi történt vele, hogy mi így megváltozott a döntés, például ezt is, hogy, hogy ugye miért változtatta meg ennyire a véleményét ugye a dolgokkal kapcsolatban, mi történt vele, hogy először meg akart ölni még önt, utána már nem, utána békét akart vele, és ezt a apját ugye Rikket is rá akarta venni. Tehát, hogy ugye ezt meg lehetne mutatni, ezt az időt, hogy mi történt vele, történt valami változás esetleg, ami miatt így gondolkozik. Tehát egy ilyesmikre gondolok. Hát, tényleg talán egy vízióba akár visszajöhetne, vagy valami tényleg, amiket elmondtam, tehát tényleg Judith, mondjuk Judit álmodna róla, például ez is egy tök jó dolog lenne, de az, hogy ő kapjon ugye egy külön ilyen spin akár azt is el tudnám képzelni, mondjuk azért az már egy kicsit sok lenne, hogy neki külön ilyen sorozatot csinálnának, most Karnak a, mit tudom én, vezetésével ő lenne a főszereplő, azért ezt kicsit túlzásnak érzem, tehát azért annyit, nem azt mondom, hogy nem ér, mert jó karakter, de nem tudom, engem nem kötne le egyedül, ha csak Karl ugye kalandozna, meg egy külön mert hogy ő vissza akar jönni, tehát az tényleg túl sok lenne. De ugye tehetjük fel a kérdést magunknak, hogy ugye jó ötlete, ugye halott karaktereket, vagy eltávozott karaktereket visszahozni, akik már nem élnek a sorozatban valamilyen módon, vagy akár visszahozni teljesen is a sorozatba valahogy, mit tudom, még megmagyaráznák azt, hogy nem is halt meg, stb. stb. Tehát, hogy ez jó ötlete. Mert ugye kedvelt karaktereket, akik ugye, akiket ugye nagyon sokan szeretnek, ugye például a 9. évadban, amikor ugye utolsó epizódjában, az ötödik részben akár, amikor ugye Sém meg megjelent neki Hörsöl, ugye, hát én nem is számítottam, hogy ez meg fog történni, tehát nagyon meglepett, tehát nagyon jó jött, és nagyon-nagyon nagy bomba volt, egy nagy ilyen, nagyon durva ilyen azt a rohadt ilyen érzés volt bennem, hogy azt a, ott van sén, stb. stb. Tehát egy, ez nagyon jó volt, tehát egy, erre gondolok, hogy tényleg jó ötlete ez, és az tényleg nagyon meglepett, tehát az rohadt jó, mert ugye, ha akár belegondolunk, hall is egy főszereplő, úgymond. Ó, mondjuk az más kérdés, ugye, hogy Sasa is ott volt, és ugye sok hogy nem Sasát kellett volna ugye odarakni, hanem mondjuk lehetett volna kart, vagy akár tényleg meg Lori akár, vagy valaki ilyesmi karaktert, de egyébként ezt hülyeségnek tartom. Tehát az ok azért, amiért nem ők voltak ott, ugye, mert akkor ugye Rick kereste a családját, és akkor, ha mondjuk azt mondta volna neki Kár, hogy mit tudom, ha hogy Kár lett volna ott a Sasa helyébe, ugye, akkor mond, nem akart volna visszamenni ugye az illúzióból, ugye az illúzió, illuminált állapotból, nem azt mondta volna, hogy te vagy a családom, hát veled fogok itt maradni, főleg ha Lori lett volna, vagy Kár, tehát ez hülyeség, Rick ott maradt volna velük, mert ők az igazi családja, tehát azt mondta volna, hogy megtaláltam az igazi családom, minek menjek vissza, megvagytok, tehát ezért hülyeségnek tartom, tehát jó volt az, hogy Sasa volt ott, szóval visszatérve a videó témájára, az, hogy halott karaktereket hozzunk vissza a sorozatba, nekem nagyon jó ötlet. Én nagyon jó ötletnek tartom. Például gondoljunk csak bele, ugye, hogy milyen lenne, mondjuk Lori és ugye, Judith között, a mostani Judith között, tehát a felnőtt, úgymond felnőtt, aki ugye már tíz éves körül van, nem a kicsi, amikor még baba volt, hanem a mostani Judith között egy jelenet, és ugye az színésznővel, ugye, a Sarah Wayne, vagy hogy hívják, ugye, Lori, ugye, vele egy ugye, jelenet az anyukájával, ez nagyszerű lenne, nekem ez egy nagy bomba lenne, tehát nagyon-nagyon jó lenne ezt látni, és igen, azt mondom, hogy örülnék neki, hogyha halott karaktereket valahogy ilyen módon akár visszahoznának a sorozatba, tehát rohadt jó ötletnek tartom, tehát engem kérdeztek, igen, rohadt jó ötlet halott karaktereket visszahozni a sorozatba. Jó, amúgy, ha belegondolok, tehát igazából ez karakterfüggő, és ha mondjuk Karl, ha Karlra nézek, akkor igen, jó tehát kárt visszahozni a sorozatba, akár egy flashback elejéig, tehát tényleg jó ötlet. Ez karakterfüggő. Mondjuk Ébrahimmel annyira nem működött, tehát tényleg olyan, hogy annak nem jó ötlet, de ilyen főbb szereplő, mint a például a Sén is volt, amit említettem sokszor a videóba. rohadt jó ötletnek tartom. Szóval igen, úgyhogy tényleg a lényeget összefoglalva, jó ötlet, de karakterfüggő. Nem mindegy, nem mindegy, melyik karakter, nem mindenki jó ötlet, hogy visz, nem mindenkinek jó ötlet az, hogy visszajön a sorozatba a halálból, akár egy flashback elejéig is. Úgyhogy tényleg írjátok meg a véleményeteket erről, és rövidezárom ezt a videót, tehát írjátok meg a véleményeteket kommentben, hogy ti mit gondoltok erről, észrevételet bármi, tényleg írjátok meg minden kommentet, nagyszerű, hogy ha írtok, és minden kommentet elolvasunk, úgyhogy tényleg írjátok meg a véleményeteket, nagyon kíváncsi vagyok rá, nagyon kíváncsiak vagyunk rá. Tehát tényleg egy rövid részt zárom szerintem ezt a videót, nagyon szépen megköszönöm a figyelmet, legközelebb jelentkezem egy újabb videóval szerintem holnap. Köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm, hogy megnéztétek, szép hetet nektek, sziasztok!